Megfigyelted már, hogy világszerte a városokban mekkora mértékben növekszik a bűnözés? Meghökkentő módokon jelenik meg. Egy nap egy férfi viharzott be a rendőrkapitányságra, nagyon elkeseredettem. Valaki betört a lakásába, majd több értékes tárgyal a kezében meglépett. Az ember egy pillanatra látta a betörőt és követelte, hogy a rendőrség tegyen valamit ügyében. Így tehát a szolgálatban lévő rendőrtiszt oda vezette egy kupac arcképekkel teli könyvhöz. Segített végignézni a bűnözők fényképeit, hát ha felismeri a betörőt. A tiszt hirtelen így szólt. Egy pillanat, mondta, a kezével a képekre csapva, és figyelmesen megvizsgálta, a könyv fotójáról a férfi arcára tekintett és vissza. Ez maga, kiáltott fel a rendőr. És itt az áll, hogy körözés van kiadva ön ellen. Amint ez kiderült, a dühös háztulajdonos, aki igazságot követelve csörtetett be a rendőrségre, a végén ostobán azonosította magát, mint egy körözött bűnözőt. Bűnözés és erőszak jelen van mindenhol, még ott is, ahol nem számítunk rá. Ott van a munkahelyen, a gyárakban, a falvainkban és városainkban. Némely országban általánosak a randalírozások, zendülések és rablások. Az utcák veszélyesekké váltak. Gyilkosságok, képeltérítések, terrorista robbantások, rablások, erőszakoskodások, betörések, sikkasztás és korrupció kormányzati szinten. Mindennapos hírek a világ minden táján. Miért növekszik a bűnözés? Mi áll a törvénytelenség soha nem látott fokozódásának hátterében? Mi történt világunkkal? A nyugati világban és a gazdagabb országokban a fiataloknak egy egész új generációja jelent meg. Fiatalok, akik megkérdőjelezik a világot, szkeptikusak és kihívóak. Isten arra hív el felnőtteket, hogy jó példaképek legyenek gyermekeik számára. A gyerekek utánozzák az őket körülvevő világ viselkedését. Kik lesznek lelki példaképeik? Az apák csalnak a munkájukban, vagy az adójukkal. Az anyák abortuszra szánják magukat, és a szülők megcsalják egymást. A gyermekek ezt látják. Az összetört otthonok pedig csúnya sebeket hagynak maguk után. Ki az, aki beléjük neveli a jó és a rossz felismerését, ha a szülők nem tudják, vagy nem akarják? A szülők nem hagyhatnak ekkora felelősséget az iskolákra. Sok iskola nem tanítja, vagy nem támogatja az erkölcsöt. Az az általános érzés van jelen, hogy kinőttük a Biblia erkölcsi elveit. Manapság még számos egyház is hirdeti, hogy az isteni mérce a jó és a rosszra már érvényét veszítette. Azt mondják, hogy az ő törvényeit eltörölték. Vagy többé már nem fontosak, vagy lehetetlen megtartani azokat. Ennek eredményeképpen sokan a saját útjukat járják, a társadalom pedig learatja az összetört otthonok, felügyelet nélküli gyermekek és erőszakos bűncselekmények gyümölcsét. Hóseás proféta szavaival szelet vetnek és vihart aratnak. De fel kell tennünk a kérdést. Ki dönti el, hogy egy bizonyos helyzet helyes vagy helytelen? Vagy nem úgy van-e, hogy néha még a jó emberek elkölcsítélete is helytelen? Ha a jónak és rossznak nem létezik rajtunk kívüli mércéje, akkor szinte bármit tudunk igazolni. De a Biblia emlékeztet bennünket, hogy a helyesnek és a helytelennek mi nem vagyunk jó bírái. Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. Pál apostol megjövendölte.
mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Igen, szomorú, de azt kell mondanunk, hogy lassan kezdjük felfedezni, hogy nem leszünk szabadok a szabályok sútba dobásával. Mellőzd a helyes és helytelen mércéjét, és káosz következik be. Hogyha kivonnánk az összes közlekedési jelzőtáblát, káosz keletkezne az utakon és autópályákon. Mik a szabályok? Tudhatjuk-e, hogy mi a helyes és a helytelen? Isten régen megadta számunkra egy bűnözéstől mentes társadalom mintáját. Ha mindig követtük volna, akkor a bűnözés soha nem lett volna ismert. Mindenki biztonságban és boldogan élne ezen a földön. Amikor Izrael gyermekei lesátoroztak a sínai hegynél, Isten lejött hozzájuk, hogy találkozzon velük, és azt mondta: Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Az Úr először azonosította önmagát, mint aki megszabadította őket szolgaságukból. Ő volt az, aki megnyitotta a Vörös-tengert előttük. Ő volt védelmezőjük. Más szavakkal szólva azt mondta ezzel: Gondot viselek rólad, bízhatsz bennem. Azután elmondta az isteni törvényt, hogy az ember tudja, hogyan éljen békében és biztonságban, hogy tudja, mi a helyes és a helytelen. Vessünk egy gyors pillantást a 10 parancsolatra, amit a sínai hegynél mondott Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ahogy Izrael gyermekei hallgatták, nagyon megindultak. Ha ez Isten akarata, elhatározták, hogy megteszik. Azonban Isten, tudva, hogy az emberek milyen feledékenyek, a saját ujjával írta fel 2 kőtáblára mind a 10 parancsolatot. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a sínai hegyen, átaladta Mózesnek a bizonyság 2 tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. Bár ez volt az első alkalom, hogy Isten törvényét írásos formába öntötte, azért az öröktől fogva létezett. Régen, a sínai előtt, vagy inkább még Ádám és Éva előtt, a jónak az örökké való és változhatatlan mércéje volt mindig is Isten mennyei kormányzásának alapja. Tulajdonképpen még az angyalok életét is Isten parancsolatai kormányozzák. Választási lehetőségük volt, hogy vagy Isten törvényét követik, vagy pedig azt elvetve ellene lázadnak. Sátán és angyalai úgy döntöttek, hogy a saját útjukat járják, és megalkotják saját törvényeiket. És ez a lázadás a mennyből való kiutasításukhoz vezetett. A Biblia ezt mondja: És lőn az égben viaskodás, Mihály, és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. De nem vehetnek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővel levettetének. De voltak angyalok, akik Isten követését választották, és hűségesek maradtak az ő törvényéhez. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét. Ádámnak és Évának tudomása volt Isten törvényéről az Édenben, mert szégyent
és bűntudatot éreztek, miután vétkeztek. És amikor Káin látta, hogy Isten Ábel áldozatát elfogadja, az övét pedig nem, feldühödött, Isten azt kérdezte tőle, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Isten törvénye már érvényben volt, mert Pál azt mondta, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. A Webster Újvilág Egyetem szótár azt mondja, törvényszegés, törvény, kötelezettség, áthágása, bűn. Ábrahám sokkal korábban ismerte és engedelmeskedett is Isten törvényének, mielőtt a törvény elhangzott a Sínain. Isten azt mondta, megáldja Ábrahámat és az ő leszármazottjait. Mivel, hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Természetesen jóval a Sínai előtt Józsefet érzékeny lelkiismerete vezette arra, hogy a Potifár feleségével való kísértésben azt mondja, tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? József tudta, hogy a paráznaság bűn, ő tudta, mi Isten mércéje, a helyes és helytelen illetően. Bízvást elhatározta, hogy Isten szent törvényét nem szegi meg. Izrael gyermekei meglettek tanítva, hogyan szolgáljanak és engedelmeskedjenek Istennek, de a kegyetlen egyiptomi rabszolgaság alatt elfelejtették Isten törvényét. A kivonulás után, csupán néhány héttel azelőtt, hogy elérték volna a Sínait, Isten megdorgálta Mózest, mert az izraeliták azzal, hogy megpróbáltak szombaton is mannát gyűjteni, megszegték törvényét. És mondta az Úr Mózesnek, meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet? És nyugszik a nép a hetedik napon. Így láthatjuk, hogy a negyedik parancsolat már a Sínai előtt ismert volt. Igen, Isten törvénye örökérvényű meghatározója a jónak az egész világegyetemben. Igazából kellett csodálkoznunk azon, hogy Istennek van egy törvénye, ami alapján kormányozza birodalmát. Pál apostol azt írja, mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Egyetlen értelmes kormány sem létezhet törvények nélkül. Egyetlen harmonikus, boldog és biztonságos társadalom sem működhet szabályok nélkül. Magának a természetnek is megvannak a törvényei. Szabályok nélkül még a gyerekek sem tudnak játszani. A Biblia azt mondja, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Láthatjuk, Isten törvényét nem csak ismernünk fontos, arra válaszolnunk is kell. Jézus azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Gyakorlatilag Jézus az Ótestamentumból idézve rámutatott arra, hogy a parancsolatok megtartásának a szeretet az alapja. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Azután Jézus azt mondta. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ha mi igazán szeretjük Isten teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes lelkünkből, azt a szeretetet bizonyára ki fogjuk fejezni azáltal, hogy megtartjuk az első négy parancsolatot. Isten lesz az első az életünkben. Egyedül őt imádjuk. Tisztelni fogjuk szent nevét, élni fogunk a vágytól, hogy ott legyünk a vele való találkozón minden szombaton. Ha mi igazán úgy szeretjük a mi felebarátunkat, mint önmagunkat, bizonyára becsülni és tisztelni fogjuk szüleinket. Értékelni fogjuk az életet.
Megőrizzük az elkölcsösséget. Tiszteletben tartjuk mások tulajdonát. Őszinték leszünk a másokkal való kapcsolatunkban. Nem vágyunk azután, ami másé. Felmérések azt mutatják, hogy az emberi viselkedés szabályozását tekintve ez ideig több mint 35 millió törvény került megfogalmazásra. De a 10 parancsolatban Isten megfogalmazta az emberi viselkedés szabálygyűjteményét, amely tartalmazza az egész emberi életvitelt annak minden vonatkozásában. Egyedül Isten íratott egy ennyire tökéletes törvényt. A Biblia azt mondja, az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Egy bibliatudós név szerint August Strong írta, a törvény csupán Isten természetének a leírása. Ma azt mondanánk, a 10 parancsolat nem más, mint Isten jellemének a keresztmetszete, egy jellem, ami változhatatlan. Láthatod, hogy Isten törvényének bármilyen változtatása csak rontana a tökéletességén. A törvény tökéletes lévén, ezért soha nem módosítható. Jézus az igazságot szólta, amikor azt mondta, könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elmúlni. Azonban azt is mondhatjuk, mindig is úgy éreztem, hogy a 10 parancsolat korlátozza a boldogságomat, mintha falak közé szorítana. Isten soha nem arra szánta törvényét, hogy megterhelje vele az embert, vagy korlátozza a boldogságát. Éppen ellenkezőleg. Isten védőpajzsnak szánta, hogy megóvjon bennünket a fájdalomtól és bűntudattól. Az volt a szándéka, hogy törvénye biztosítsa mindenki számára a szabadságot és biztonságot mindenütt. Az Úr azt mondta, vaj, ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik és az ő gyermekeiknek mindörökké. Épp ahogy mi is védőkorlátokat építünk a hidakon, a hegyi utakon, hogy megvédjen bennünket a veszélyektől, ugyanígy Isten törvényét adta nekünk, hogy óvjon és védjen bennünket az életösvényén. De van egy másik ok amögött, hogy miért is adta Isten az embernek törvényét. Mert a bűnismerete a törvény által van. Ahogy Pál mondja, a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Volt egy történet egy hercegnőről, akivel alattvalói elhitették, hogy szépsége felülmúlhatatlan. Egy nap azonban egy kereskedő jött a faluba és eladott neki egy tükröt. Amikor belenézett a tükörbe, megborzadt saját látványa láttán és darabokra törte a tükröt. Isten törvénye olyan, mint egy tükör. És amikor belenézünk a hercegnőhöz hasonlóan, lehet, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amit látunk, de a törvény megsemmisítése vagy figyelmen kívül hagyása állapotunkon nem fog semmit sem változtatni. A törvény megmutatja a bűneinket. Iránymutató egy boldog, lelkiismeret furdalásmentes élethez, amennyiben követjük a törvényében lefektetett útmutatásait. A törvény nem adhat erőt számunkra, hogy túljussunk bűneinken, vagy hogy bűntudatunktól megszabaduljunk. Nem lehet annyi jövőbeli jó cselekedetünk, amik múltbeli bűneinket kitörölhetnék. Honnan nyerhetünk akkor bűnbocsánatot? Hogyan menekülhetünk meg a törvény megszegésének büntetésétől, ami a halál? Már az Éden kertjének bejáratánál Isten egy intézményt hozott létre, hogy az ember el ne felejtse, az engedetlenség következménye halál. Ez legyen a sorsa akár az engedetlenség elkövetőjének, akár az ártatlan helyettesének. Egy bárányt kellett feláldozni, ami kifejezte a bűnös hitét Isten megváltási tervében. Ez volt Ádám számára az isteni segítség útja, amin keresztül megértette, hogyan kell az ártatlan Isten bárányának meghalnia, amit a törvény áthágása követel. Krisztus, Isten báránya, elvette az ember büntetését,
és annak halálát elszenvedte. Láthatjuk, hogy a törvény senkit sem ment meg a bűntől. Pál apostol azt mondja, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. Nem a törvény az, ami bocsánatot és megváltást hoz, hanem Isten kegyelme. Egyedül Krisztus áldozatán keresztül részesülhetünk az örök életben. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. A megváltás nem szerezhető meg a törvény megtartása által. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. A kegyelem által vagyunk megmentve. Ez a tény szabadokká tesz-e bennünket arra, hogy engedetlen életet éljünk? Soha. Pál írta, mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A megmentés azoknak van felajánlva, akik meg akarnak szabadulni a bűntől, és Isten országának részesei szeretnének lenni. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy Isten törvénye megszűnt. Gondoljunk csak egy pillanatra arra, ha nincs törvény, nincs bűn sem, mert a bűn a törvény áthágása. Ha nincs törvény, nincs szükségünk kegyelemre, mivel hogy a kegyelem Isten szerető irgalma akkor, amikor vétkezünk Isten törvénye ellen. Ha nincs szükségünk kegyelemre, félretehetjük a keresztet. Ha nincs szükség a keresztre, következésképpen nincs szükségünk megváltóra sem. Ha megsemmisítjük a törvényt, azzal együtt megsemmisítjük a bűnt, a kegyelmet, a keresztet és a megváltót. Nagyon is szükségünk van a megváltóra, aki meghalt a kereszten, hogy kegyelme által megmentsen bennünket. Így a bűn tartozása lefizethető, mert megszegtük törvényét. Ez az evangélium. A kegyelem nem semmisíti meg Isten törvényét. Isten kegyelme ébreszt vágyat bennünk arra, hogy megtartsuk törvényét. Amikor egy fogoly halálra vár és kegyelmet kap majd, szabadon bocsátják, azt jelenti, hogy ezek után most már szabadon, törvény nélkül élhet? A maga elgondolásait cselekedheti? Nem, egyáltalán nem. Mivel, hogy kegyelmet kapott, sokkal nagyobb késztetést kell, hogy érezzen országa törvényének betartására, mint bármikor azelőtt. A legfontosabb, hogy Isten törvénye rámutat bűneinkre, és segít abban, hogy a megváltó szükségességét érezzük. Amint elfogadjuk Krisztust, megváltónknak és Urunknak, ő gondoskodik a megbocsátásról és arról a hatalomról, amivel megtartjuk majd az ő parancsolatait. Mert megígérte, adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat. Azokat a dolgokat könnyű megtenni, amiket egyébként is szeretünk csinálni, nem de? És ez az a dolog, amit az Úr megígért azoknak, akik követését választják. Törvényét szívükbe írja be, hogy szeressék annak megtartását. Ez az egyetlen útja annak, hogy az ember képes legyen engedelmeskedni Istennek és követni őt. Az Atya iránti szeretetet tette képessé Krisztust a parancsolatok megtartására, mert azt mondta, én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És Jézus megkért bennünket, hogy az érteljezett szeretetünket parancsolatainak megtartásával mutassuk be. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az Isten akarata iránti szeretet és engedelmesség legnagyszerűbb bemutatása egy hideg, sötét éjjelen volt a legelevenebben megörökítve egy öreg olajfa alatt. Isten fia arcán legördülő vércseppekkel imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár,
Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Az emberi faj sorsa kardélen táncolt. A bűnös világ megmentése vagy elveszítése volt a tét. Vajon ez a fiatal galilei félreteszi-e minden élettel és emberi beteljesedéssel kapcsolatos vágyát, hogy meghaljon a kereszten? Letörölhetné az izzadságot a szemöldökéről, és mondhatná: szenvedjen a bűnös maga a bűneinek következményeiért. Vagy pedig ő hordozza a keresztet helyettünk. Döntésével vállalta, hogy meghal bűneinkért. Értünk adta vérét, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. A mi halálunkkal halt meg, hogy mi örökké élhessünk vele. Miután Krisztus lefizette az árat a mi bűneinkért, áldozatán keresztül már most megbocsátást nyerhetünk. Ha Isten törvénye eltörölhető, vagy megváltoztatható lett volna, Jézusnak nem kellett volna meghalnia. A kálvária szükségtelen lett volna. Azonban Isten nem hagyhatta figyelmen kívül a bűnös ember bűneit. Nem változtatta meg törvényét sem. A bűnnel teli embernek megváltóra volt szüksége. Köszönet Isten szeretetének, amivel hozzájárult egyetlen szeretett fiának, mint helyettesünknek a halálához. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jelenések könyve beszél olyan emberekről, akik készek a Krisztussal való találkozásra második eljövetelekor, és hazamennek vele, hogy a mennyei városban együtt legyenek az örökké valóságon át. Isten azt mondja róluk: itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A 14. versben Isten azt mondja: és látám, és imé egy fehér felhő, és a felhőn ülő valaki hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. Ez a kép az Urat jelképezi, amint a földre jön, hogy learassa azt. A Jánosnak adott nagy proféciában, amiben Jézus az egyház történelmet írja le, Isten egyházának földön lévő hűséges maradékát a következő képen jellemzi. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Biblia utolsó könyvében egyértelműen ez olvasható. Isten gyermekei annyira szeretik teremtőjüket, hogy készek mindent megtenni, amit csak kér vagy megkíván tőlük. Szeretnék szeretetüket azáltal is kifejezni, hogy akaratát teljesítik. Elismerik, hogy Isten akarata törvényeiben került megfogalmazásra. Engedelmességgel közelednek ahhoz, aki olyan sokat tett értük, hogy megmentse őket bűneikből. Jézus kitárt karral hív: jöjj! Még mindig hív bennünket. Erőt akar adni nekünk, hogy neki éljünk. Le akarja mosni bűneinket. Kérő szava még ma is így hangzik: és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Egy lelkész egy nagyváros külterületén lévő otthonba látogatott el. A háziasszony udvarias, de határozott volt. Nem érdekel sem a Biblia, sem a kereszténység. Nem vagyok rá kíváncsi, mondta. De ha visszatér egy este, itthon találja majd a férjemet, aki nagyon szívesen tanulna többet ezekről a dolgokról. Szeretném, hogy visszajöjjön és találkozzon vele. A lelkész visszatért egy szombat este. Mivel ezen a napon nem dolgoztak, a férj szokásához híven egy szállodában szerencsejátékot játszott a barátaival. Beszédes kedvében volt, de ezt az a szer okozta, ami általában arra készteti az embereket, hogy sokat beszéljenek, de keveset mondjanak. Van Bibliám, mondta. Meg kell néznie a Bibliámat. Az édesanyám egy tobba tette, amikor megnősültem, és eljöttem otthonról.
Hol a Bibliám, drágám? Hosszú keresés eredményeként csak egy imakönyvet találtak, a Bibliát nem lelték sehol. Azonban nem az alkohol volt az egyetlen baja. A szerencsejáték ugyanolyan romboló hatással volt rá, és erősen dohányzott is. Ezek és még más szokásai növelték a felesége is közte kialakult távolságot. Az asszony már összecsomagolta mindenét készen arra, hogy elhagyja otthonát. Azt tervezték, hogy külön költöznek. A dolgok nem álltak jól. Azonban a férfi szívében ott volt egy valami jobb után való erős vágyakozás. Még az erős italozás sem tudta kiűzni ezt. A prédikátor újabb időpontot beszélt meg vele hétfő estére, és attól az alkalomtól hetenkénti bibliatanulmányozás vette kezdetét. Ahogy Isten szavának témakörei hétről hétre sorra kerültek, a kereszt vonzereje elkezdett működni. Szent lelke által Krisztus egy újabb szükséget szenvedő otthonba költözött be. Csodálatos volt az este, amikor a férfi azt mondta, egy kicsit tovább kell maradnia ma este. A feleségem nem sokára elmegy aludni. Nem lehetne, hogy maga és én egy kicsit beszéljünk, mint férfi a férfival? Azután őszintén feltárta a lelkész előtt egy élet szomorú történetét, ami valamikor jól indult. Jó keresztény otthonba született, de a fiatalság vágyai miatt elhagyta azt. Egy újabb tékozló került az útra, amelynek keréknyomai mélyek és egy távoli országba vezetnek. A gyülekezetet hamar elfeledte, a Bibliát figyelmen kívül hagyta. Krisztus csak üres káromkodásokban jelent meg. Azonban, amit tudni szeretnék, lelkész úr, az az, hogy mit csinált maga velem. 4 hete nem iszok egy kortyot sem, és nem játszok. Ez idő óta nem is káromkodtam, vagy emlegettem Isten nevét hiába. Azután, amint egy félig szívott cigarettát a kandallóba pöckölt, így folytatta. A cigaretta ízetlenné vált. Azt hiszem, közel állok ahhoz, hogy leszokjak. Azonban van még ennél is egy nagyobb csoda. A feleségem kipakolt a bőröngyeiből már 3 hete. Ma reggel kikísért a kapuig, és évek óta először búcsúzóul megcsókolt. Tényleg. Megdöbbentem, lelkész úr, és igencsak meglepett, amikor rám mosolygott, és azt mondta. Tetszik ez az új Jack. Szóval, mi történik velem? Biztos vagyok benne, hogy közel van a hétfő esti bibliatanulmányainkhoz. A prédikátor így szólt. Én személyesen semmit nem tettem, de hiszem, hogy a Biblia magyarázattal tud szolgálni. Azután fellapozva Korintus 2. levele, 5. fejezet 17. versét olvasni kezdett. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. Az új Jack maga is elolvasta a Biblia szöveget. Új teremtés, új Jack. Ez az új Jack. És ha igazán ismert volna a lelkész úr, pontosan olyan voltam, mint amilyen ma este vagyok. Igen, barátaim, Jézus Krisztus Isten fia, és csak is ő az, akinek van hatalma férfiakat és nőket megváltoztatni. Ez a Jézus a te életedet is meg szeretné változtatni. Kegyelmet akar adni neked, és erőt, hogy megtartsd törvényét. Lehet, hogy gyengének érzed magad, de Jézus erős. Nem számít, mit tettél a múltban, Jézus megbocsát és megtisztít. Erejét adja ahhoz, hogy új életet élhess. Ne engedd, hogy bármi visszatartson. Jézus hív, arra hív, hogy hazatérj. Szeretnél csendben letérdelni és azt mondani, igen, Uram, jövök. Csak Jézusra gondolj, ahogy letérdelsz. Mondd, igen, Uram, jövök. Most azonnal jövök. Imádkozzunk. Szerető Jézusunk, köszönjük neked, hogy feltártad előttünk a te ígédet, hogy nem lett eltörölve a te törvényed, és hogy te adod a te kegyelmedet a mi számunkra.
és adod a te erődet abban, hogy meg tudjuk cselekedni a te törvényedet. Köszönjük neked ezeket, és hálásak vagyunk neked azért, hogy boldogságot, békét és biztonságot akarsz adni a te ígéd által. Át akarjuk most adni a mi szívünket és életünket. Köszönjük, hogy te ezeket megteszed és elfogadod a mi életünket. Kegyelmedből kértük. Amen.